Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 30 ezer gazdálkodó szervezet van. Nagy, évtizedek óta működő cégek, egyéni, családi vagy éppen tipikus mikrovállalkozások. Utóbbit szemlélve is akadnak olyan gazdálkodók, akik likviditási problémákkal küzdenek, azonban gondjaik enyhítésére nem mindannyian kapnak bankoktól hitelt. Ők többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás élénkítő alapítványhoz, azaz a Primumhoz fordulhatnak és kedvező kamatozású hitelt igényelhetnek. A mikrovállalkozások azok a vállalkozások, akiknek a foglalkoztatók létszáma nem haladja meg a 9 főt, és az éves nettó árbevétele a 2 millió eurót. A legutóbbi bizottsági ülésen júniusban 5 megyei mikrovállalkozásnak hagyott jóvá a mikrohitelbizottság 31,6 millió forintot. A mikrohitel igazgató hozzátette, a hiteligénylés folyamatos, az alapítvány szakbizottsága havonta, másfél havonta ülésezik, ilyenkor döntik el, hogy az igénylő vállalkozások közül kifelelt meg az előírásoknak, ki az, aki cégét gazdaságilag fejlesztheti. Nagyon kedvelt ez a mikrohitel itt a megyei vállalkozók körében, főként azért is, mert a banki hitelektől kedvező feltételekkel tudják igénybe venni. 10 millió forintot lehet igényelni maximálisan, amit beruházásra, ingatlanvásárlásra, eszközvásárlásra, illetve készletbeszerzésre lehet kérelmezni, és 10 éves futamidővel tudják igénybe venni. A kamat az fix, 3,9%-os. A Primum emellett többek között a Nyíregyházi Egészségügyi Támogató Alap programot is közvetíti, az önkormányzat házi orvosi praxisok számára biztosít támogatást. A legutóbbi pályázati felhívásra beérkező kérelmek közül a Primum bizottsága 5 házi orvosi praxist részesített támogatásban közel 1,5 millió forint értékben. A támogatásból a házi orvosok többek között bútorokat, fogászati eszközöket, klímaberendezéseket vásárolnak majd.